Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és a mai videóban szeretnék bemutatni nektek egy ingyenes gyakorló, tehát egy ilyen tréning applikációt, ami szerintem nagyon jó és nekem tetszik, már használom egy ideje, és egyébként szerintem segít. Ugye valamelyik streamen, azt hiszem pont a Trigo Cash Cup-on Fortnite-ban beszélgettünk arról, hogy van-e értelme ezeknek a ilyen gyakorló, hát ilyen applikációknak, appoknak. És úgy voltam, hogy nem látom értelmét, mert hogyha sokat játszol egy videójátékkal, legyen az Fortnite, R6, tök mindegy, fejlődsz benne. Vagy hogyha mondjuk jobb játékosokat nézel, fejlődsz. És végül arra a döntésre jutottam, hogy próbáljuk ki, nézzük meg, letöltök egy ilyen applikációt, utána nézek, hogy melyik a legjobb, próbálom belőni a Fortnite-ra, és akkor játszok a játékkal. Én nekem külön szempont volt az, hogy mindenféleképpen Fortnite-ra tudjak gyakorolni, hiszen mostában azzal játszom. És szerencsére ennél az applikációnál be lehet állítani, hogy pontosan te milyen játékkal szeretnél gyakorolni, és akkor beállítja neked úgy a játékot, illetve van egy Sensitivity Finder is, ahol konkrétan segítenek neked belőni a Sensitivity-t a játékban, ami egyébként egy nagyon-nagyon hasznos dolog. De ami, és egy hatalmas pluszpont gyerekek, ami nekem eszméletlen módon tetszik, nem muszáj letöltened az applikációt, hogy tud ezt használni. Tehát felmész a weboldalukra, amit majd a leírásba be fogok tenni, szépen kiválasztod a játékot, amire gyakorolni szeretnél, legyen az Fortnite, és a böngésződből tudsz gyakorolni ugyanezekkel a játékmódokkal. Annyi kikötés van, hogy van pár játékmód, amivel például nem tudsz játszani a böngészőben, tehát az le kell tölteni már az applikációt, de az esetek kb. 70-80%-ában ezeket tudod használni teljes mértékben ingyen. Úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy hogy néz ki. Ugye nekem ez már a letöltött applikáció. Én már be vagyok egyébként jelentkezve, itt van a fiókom. Én azért jelentkeztem be, mert így tudok nézni statokat, hogy milyen pontos az akkurenszim, tehát így meg tudom nézni itt ezeket a dolgokat, illetve van is már rangom, ugyanis egyébként ahogy te ezeket a kis feladatokat csinálod itt, ezekért te kapsz pontot, és ez alapján mindig azt hiszem egy hét alatt bedob téged egy rangba, tehát rendesen tudsz rangot lépni, illetve minden egyes ilyen játék után mutatja, hogy te goldöt, platinumöt, itt bronz 1, mert ez egy ilyen shotgunos játékmód, itt például Ravi 1, Ruby 1 vagyok. Tehát rendesen ahogy gyakorolsz, és amilyen eredményt elérsz az adott játékban, van ott is kapsz egy külön rangot. Egyébként ez egy kifejezetten hasznos dolog, de mit is akartam bemutatni? Igen, be akartam ugye mutatni nektek, hogy akkor én ugye be vagyok lépve az applikációba, ugye itt látható a profilom, és akkor mondjuk például akkor kell, hogy én most pont ezt csináltam. Még én azt szoktam egyébként, beállítottam ugye a Fortnite-ot, beállítottam a Sensitivity-t, azt be tudjátok állítani, hogyha bementek egy ilyen játékmódba ott az Escape Settings-be, és be tudjátok állítani a Sensitivity-t, de akár itt is segít belőni nektek egyébként a rendszer. És az a lényeg, hogy tudtok szerezni pontokat, hogy ezeket elvégzitek, és minden egyes pont után, hogyha megszereztetek egy bizonyos pontot, akkor rangot tudtok lépni. Én azt ajánlom nektek egyébként, minden egyes nap innentől egészen a legaljáig toljátok le. Vannak játékmódok, amiket én például nem szoktam tolni, ezt a bomba szájtot be kell védeni, ezt nem szoktam, mert ennek sok köze nincs a Fortnite-hoz, illetve ezt sem nagyon szoktam, mert ezek a ilyen különböző ilyen Candy Crush-féle cuccok nem nagyon jönnek be, de mondjuk, hogy az pont ez egyébként. Nem ez, hanem ez. Ez nem nagyon jön be. De a többit egyébként szoktam, és ugye én most pont itt ez jön nekem, úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy ez hogyan is néz ki. Tehát most így logikusan nem fogom végébe mutatni az összeset, csak hogy lássátok, hogy miről beszélek. Tehát rákatintunk, általában a legtöbbnél ki lehet választani a nehézséget, hogy easy, nehéz, stb. Beléptek, megnyomjátok az Y-t, és tadá, el is fog indulni a játék, és akkor így
És akkor ilyenkor a meccs végén kaptok egy rangot, ami jelen esetben Ruby 2, rányomunk, hogy Exit, és ilyenkor most például pont nem kaptunk pontszámot, és akkor ezt szépen letoljátok. Én úgy szoktam egyébként, hogy minden nap mindenből kettőt letolok, csak gondoltam, most gyors felveszek egy videót, és megmutatom nektek ezt a gyakorló cuccot. Mondom, a leírásban lent ezt le tudjátok teszteni a böngészőből is, sok játékkal működik, és egyébként sokan kérdeztétek, hogy most amúgy ennek a Fortnite cuccnak mi volt az értelme, hogy én ezt beállítottam, és mitől lett Fortnite. A kamera állása a játéknak, tehát megmutatom nektek például ennél a játékmódnál. Tehát látjátok, kiülső nézetből vagyok, és olyan játékmódokat ajánl be neked az applikáció, ami a Fortnite-ban neked hasznos. Például itt shotgunozni kell, ugye, ami a Fortnite-nak egy eléggé fontos szerepe. Tehát fogod, és shotgunozol. Gyakorlod a shotgunozást. Úgyhogy igen. Persze ez működik Cségóval, Overwatch-sal, nagyon sok játékkal működik. Ugye nekem a Fortnite van beállítva, illetve vannak daily challenge-ek, ilyen napi kihívások, és ami gyerekek egy hatalmas nagy pluszpont, ha felmentek a SteelSeriesnek a Discord szerverére, tehát ennek a kis cusznak itt mutatja, és azt hiszem lent, itt is van. Ha feljöttök a SteelSeriesnek a Discord szerverére, miközben ti gyakoroltok, akkor ti folyamatosan lépegettek egy ilyen ranglistába a Discord szerveren, és hogyha elég jók vagytok, akkor akár még számítógépes kiegészítőket is nyerhettek, egeret, fülhallgatót, egérpadot, amit csak akartok, billentyűzetet, csak azzal, hogy ti feljöttek és napi szinten gyakoroltok, van lehetőségetek nyerni számítógépes kiegészítőket, és a SteelSeries azért egy eléggé jó márka. Úgyhogy ha érdekel, ott lesz a leírásban, srácok, lányok, gondoltam, ezt megmutatom, hát esetleg valakit érdekel, vagy valaki szeretne gyakorolni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett, csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsetek írni egy kommentet, hogy pörgessétek az algoritmust, ne felejtsétek el, hogy pörög egy nyereményjáték itt a képen látható videón, elmondtam a videó végén, hogy mik a feltételek, meg tudjátok nyerni a régi processzoromat, ami egy Ryzen 5-2600X-es processzor, úgyhogy ha esetleg szeretnél egy ingyen processzort nyerni, akkor hát ingyen, mert csatornatagság kell hozzá, akkor van lehetőséged rá. Úgyhogy srácok, lányok, találkozunk a következő videóban, gyertek fel a Discord szerveren, mert azt is megtaláljátok a leírásban, és írjátok le a véleményeteket erről az applikációról, hogy tetszett. Sziasztok!